A híres turkológus nyelvészre emlékeztek, megkezdődött a kerékpárút kivitelezése, kezdetét vette a Györfi napok, halálos tűzesetek hétvégéje. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. február 15-én 18 óra 5 perckor. A város szülöttére Mándoki Kongúr Istvánra emlékeztek születésnapján a Múzeumparkban lévő szobornál. A város szülöttére Mándoki Kongúr István turkológus nyelvészre a Múzeumparkban lévő szobornál születésnapján Karcagváros vezetése nevében Szepesi Tibor polgármester, Gyurcsek János és Sári Kovács Szilvia alpolgármesterek és Rózsa Sándor jegyző, a KUN Szövetség nevében pedig F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, elnök koszorúzással emlékezett. A jeles tudós 1944. február 10-én született, és 48 évesen Kazasztában hunyt el. A Magyarországra települt kunok nyelv emlékeinek kutatása nem csak a hazai turkológia és a magyar nyelvészeti kutatások, hanem a török-magyar művelődés történet szempontjából is rendkívül fontosak ma is. Nevéhez fűződik a KUN mi atyánk rekonstruálása is. Kazasztánban nagy tisztelet övezi a KUN kazak Kipcsak tudóst, aki ott van eltemetve. Mint nézőink is láthatják, járva a várost, megkezdődött az új kerékpárút hálózat kivitelezése. A részletekről városunk polgármesterét, Szepesi Tibort kérdezzük. A polgármester tájékoztatása szerint kerékpárúthálózat kivitelezése a Madarasi utat, a Széchenyi sugárutat, illetve a Kisújszállási utat fogja érinteni. A már meglévő Madarasi úti kerékpárút felújításra fog kerülni. Több beruházás is elindult, amelyből azt gondolom most a leginkább érdeklődésre számottevő azok a karók, amelyek leverésre kerültek a város több pontján, hiszen ahogy látszik is, a kerékpárút pályázatnak elindult a kivitelezése. Tehát az, amely pályázatra hosszú hónapok óta készülünk, és amely a Madarasi utat, a Széchenyi sugárutat, illetve a Kisújszállási utat fogja összekötni kerékpárút, illetve a meglévőnek, a Madarasi útinak a felújítása. Tehát ez egy összefüggő nagy pályázat, ennek a beruházása indult el jelenleg. Mint megtudtuk, közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező, és folyamatban van a szerződés aláírása. A szerződés kötés jelenleg is aláírás alatt van. Ugye maga a kivitelező, hiszen kiválasztásra került közbeszerzési eljárás keretében nyilvánvaló. A pontos részleteket pontosítjuk. Ő már a saját munkáját könnyíti meg azzal, hogy előzetesen kijelölte magának a kerékpárútnak a helyét, hogy lássa, melyek azok a pontok, amelyeken esetleg nagyobb beavatkozás szükséges. Én azt gondolom, hogy mindenképpen szeretnénk tartani a határidőt, tehát a jövő év elejére, közepére el fog készülni a kerékpárút. Nyilván az időjárás azért befolyásolhatja, hiszen látjuk, hogy itt néhány nap alatt akár a 4 évszak is megjelenítésre kerül az időjárásunkban, de én bízom abban, hogy ez a rendelkezésre álló határidő, amelyet a vállalkozóval kialkottunk, és ami benne van nyilvánvalóan a szerződésben, ez tartható lesz. Az új kerékpárutak, kerékpársávok kialakítása során nagy hangsúlyt fektetnek a védtelen közlekedők, azaz a kerékpárosok mellett a gyalogosok biztonságára. Kerékpáros és gyalogos átvezetések kialakítása, figyelemfelhívó közlekedési táblák kihelyezése, balesetveszélyes csomópontok elkerülése is megtörténik. Emellett egységes kerékpártárolók biztosítják majd az új hálózat több pontján a kerékpárok kényelmes elhelyezését. Európai Uniós forrás, tehát toppos forrásból kerül megvalósításra. Egy picit húzódott a megvalósítása, a kiírása a pályázatnak, hiszen mióta eldöntésre került, hogy mekkora összeg áll majd rendelkezésünkre, hogy a menet közben az építési árak egy picit változtak, emiatt a műszaki tartalmat alaposan át kellett vizsgálnunk, meg kellett vizsgálni azt, hogy mi fér bele
ebbe a keretbe, melyek azok a részek, amelyeket meg tudunk valósítani valójában, és melyek azok, amelyeket esetleg egy későbbi pályázatra kell átütemeznünk, de azért látszik a kijelölésből, hogy a legfontosabb részek, tehát a kerékpárút építése, javítása, a két kerékpárút összekötése, ez mindenképpen meg fog valósulni ebből a pályázatból. A fejlesztések megvalósítása várhatóan nem csak a karcagi lakosok, hanem a járás településeinek, Berekfürdő, Kenderes kisújszállás és Kunmadara szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír, Karcag járási központi szerepéből adódóan. A beruházás 500 millió forint támogatási forrásból valósul meg. A Györfi István Katolikus Általános Iskola 1994 óta minden évben megrendezi a Györfi Napokat, melyet most a járványhelyzet miatt online módon követhetnek az érdeklődők. A rendezvény sorozatot nyitónapján, február 11-én, a neves tudós születésnapján a Múzeumparkban lévő szobornál Karcagváros vezetése nevében Szepesi Tibor polgármester, Gyurcsek János és Sári Kovács Szilvia alpolgármesterek és Rózsa Sándor jegyző, Pánti Ildikó önkormányzati képviselő, az iskola nyugalmazott igazgatója, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a Györfi István Katolikus Általános Iskola nevében Kovács Miklósné igazgató és a Györfi István Nagykun Múzeum munkatársai koszorúzással emlékeztek. A Györfi István Katolikus Általános Iskola József Attila úti épületében található Györfi szobrot pedig Pánti Ildikó, Kovács Miklósné, Gulyás Zsolt plébános, az iskola lelkivezetője és a diák önkormányzat képviselői koszorúzták meg ebből az alkalomból. A mai napon reggel 8 órakor koszorúzással kezdtünk a Múzeumparkban lévő Györfi szobornál, ahol a város vezetése, a múzeumnak a képviselete és az iskolának a vezetése helyezte el a megemlékezés koszorúját. Majd az iskolának az aulájában került sor koszorúzásra, a diák önkormányzat képviseletében és az iskola vezetése képviseletében. Közben a gyerekek Györfi István méltatását hallgatták meg, az egyik új pedagógusunknak a tolmácsolásában, hiszen hagyomány már az iskolában, hogy akik itt kezdenek, ők is megismerkednek Györfi István életével ezáltal, hogy méltatják a gyerekek előtt. Györfi István 1884. február 11-én született. Ősei a Parciumból költöztek a Nagykunságba. A jeles néprajztudós Györfi István 1884. február 11-én egy hasonlóan havas, hideg napon született, és Karcagon, és 1939. október 3-án elég fiatalon, 55 éves korában az íróasztala mellett érte a halál. A gyermekkorát Karcagon töltötte, az iskoláit Karcagon, Turkevén, Késmárkon, Kolozsváron és Budapesten végezte. Mondhatjuk azt, hogy az élet nevelte etnográfussá, hiszen már gyermekkorában megismerkedett a paraszti élettel, majd a vakációkban gyalog járta be fél Magyarországot, és ilyenkor nagyon sok ismerettel gazdagodott, megismerkedett az ott élő népek kultúrájával. Az egyetemen, a Budapesti Egyetemen ő volt az első néprajzi professzor, hiszen a tudománynak az egyik megteremtője is, a néprajztudománynak az egyik megteremtője is. Amikor volt karcagi tanárával, Bátki Zsigmonddal találkozott, az ő inspirálására indult el a néprajz útján, és így vált néprajztudóssá. Nem csak a Nagykunságot, hanem kutatta ezen kívül még a matyókat, kutatta a hajdúkat, aztán érdekelte a népművészet, a népi építészet, a népviselet, a népi hímzések, és ezen kívül még járt a csángók között, sőt, törökországi kutatásai is voltak. Élete végén viszont már a néprajzon kívül egyre inkább érdekelni kezdte nemzetének a sorsa és a jövendője. Nagy tervei voltak, hiszen segíteni akarta. Sajnos ebben korai halála megakadályozta. Nagy örökséget hagyott viszont ránk, amely örökségnek az ápolása, továbbvitele, megismerése a mi feladatunk itt az iskolában is, hiszen kiemelt figyelmet fordítunk erre.
Sajnos a hétvégén két halálos áldozatot követelő tűz volt megyénkben. Holttestet találtak a tűzoltók egy kigyulladt, lakatlan romosházban pénteken mezőtúron, tájékoztatott a Jásznagykun Szolnok megyei katasztrófavédelmi szóvivő. A rendőr szerint állítólag valami elektromos melegítő volt nála bekapcsolva, csak azt nem értem, hogy az, hogy lehet, hát le van vágva, tehát az oszlopról áramot nem kap. Mondja a rendőr, hogy nem én tőlem loppa. Na de hát, ha már akkor nálam is lecsapta volna a pirellét. Tehát én tőlem biztos, hogy nem, itt még nem is tudott volna onnan lopni áramot, semmi szén alatt se. Úgyhogy ne fogadalmam sincs, hogy azt honnan szerezte, de az is lehet, hogy valami akkumulátoros melegítő lehetett, csak ugye a sötétben gondolom ők se látták jól. Egyedül élt, nem volt barátnője, hölgyismerősei, rokonsága se nagyon volt már, mert eleinte télen ott aludt azoknál, de aztán gondolom, hogy azok is betegek lettek, idősek voltak, gondolom én, mert nem ismertem őket. Úgyhogy azóta még teljesen egy szál egyedül van. Németh Ádám elmondta, a földvári úti épületben a felhalmozott szemét kapott lángra. Oltás közben a mezőtúri hivatásos tűzoltók egy férfi holttestére bukkantak. A tűzoltók itt azzal szembesültek, hogy egy romos épület belsejében felhalmozott hulladék, illetve berendezési tárgyak égtek. A mezőtúri hivatásos tűzoltók két vízsugárral fékezték meg a lángokat, munkájuk során egy személyt hoztak ki az épületből, rajta azonban már nem lehetett segíteni, ő a helyszínen életét vesztette. Hogy pontosan mi okozta a tüzet, arra a katasztrófa védelem tűzvizsgálati eljárás során derít fényt. Újabb halálos tűzeset történt mezőtúron. A tűzoltók egy holttestet találtak egy kigyulladt lakóépületben szombaton kora hajnalban. Néhány órával egy hasonló eset után közölte a Jásznagykun Szolnok megyei katasztrófavédelmi szóvivő. Németh Ádám elmondta, ezúttal egy József Attila utcai náttetős házban csaptak fel a lángok. Mire a mezőtúri hivatásos tűzoltók kiérkeztek, addig nem csak a födémszerkezet, hanem az épület belseje is lángokban állt. A mezőtúri hivatásos tűzoltók fékezték meg a lángokat, és az átvizsgálás során egy személyre bukkantak. Ő sajnos a helyszínen életét vesztette. A tűz keletkezésének okát mindkét esetben hatósági eljárás fogja tisztázni. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!